Sziasztok! A használt autóvásárlás mindig jár némi kockázattal, de hogyha kellően felkészültek vagyunk, akkor nem igazán tudunk mellé nyúlni, legalábbis csökkentjük annak az esélyét, hogy valamilyen rossz példányt fogunk ki. A mai részben elmondom nektek, hogy mire érdemes odafigyelni második generációs X1 vásárlásánál. Az X1-eseket 2009 óta gyártják, ezek E84 kódjelzésre hallgattak, és akkoriban igencsak nagy újdonságnak számított ez a belépő szintű crossover. Ez a típus az E90-es 3-as sorozatra épült, alapkivitelben hátsó hajtással, opcionálisan lehetett kérni X-Drive-ot, azaz 4 kerék meghajtást hozzá. A második generáció már a 2-es Active Tourerre épült, és alapesetben első kerék hajtással jött ki. Az X-Drive-ot itt is lehetett kérni opcióként, 2016-ban jelent meg, és F48 kódjelzéssel látták el. Több díjat is nyert 2015 és 2018 között. 2017-ben a Motortrend amerikai autós magazin megválasztotta a legjobb szubkompakt luxus terepjárónak. Többféle motorral került forgalomba, konkrétan 14 féle volt elérhető belőle. Az 1.6-os dízeltől a 2000 köbcentis 231 lóerős változatig mindenki megtalálhatta a neki szimpatikusat. Jelen példány egy X-Drive 20D, ami azt jelenti, hogy egy 4 kerék meghajtású, 2000 köbcentis dízel, 190 lóerős és 400 Nm nyomatékkal rendelkezik. Ez a motor egy B47 motorkóddal ellátott erőforrás, amiről azt kell tudni, hogy több típusba is beépítették, nem csak az X1-be. Ennek az elődje a híresen kigyulladós N47 volt. Ebben a típusban már javították azokat a konstrukciós hibákat, amelyek ott problémát okoztak. Egyébként az N47 sem volt egy rossz motor, és a mai napig sem rossz, csak oda kell figyelni bizonyos dolgokra, rendszeresen karban kell tartani, és akkor nincs gond velük. Voltak rá visszahívások is az EGR miatt, konkrétan ez volt az egyik ok, ami miatt szeretett kigyulladni. A B47-nél már nincs ilyen probléma, de itt is van néhány dolog, amire érdemes odafigyelni. Az egyik ilyen a rendszeres karbantartás. A BMW-nél 30 000 km-es olajcsereperiódusokat határoztak meg. Ez azt jelenti, hogy ha a tulajdonos betartja ezt az intervallumot, akkor bizony ezek a motorok körülbelül 200 000 km-t mennek el, és utána jön egy költségesebb javítás, ami már nagy valószínűséggel a következő tulajdonosnak a pénztárcáját fogja terhelni. A használt autók kínálat ebből a típusból 80%-a körülbelül már 200 000 km futott, ugyanis ilyenkor adják el. Az összes B47 és N47 motorra igaz az, hogy ha hosszú életet szeretnénk neki, akkor az olajcsere maximum 15 000 km-enként. Én minden eddigi BMW-ben 10 000 km-enként cserélem az olajat. Ezzel meg lehet akadályozni azt, hogy idő előtt csapágyas legyen a motor, még mondjuk 200 000 km előtt. 200 000 km-nél amúgy is már aktuális a vezérléscsere ezeknél a típusoknál. És hát a vezérléscsere alkalmával, ugyanis amikor ki kell szedni a motort, akkor már rá szoktak nézni a csapágyakra is, és hogyha olyan állapotú, akkor azt mindenképp szokták cserélni. Vágok be ide néhány képet, ami erről az autóról készült vezérléscsere közben. Ahogy láthatjátok, ennél a típusnál a vezérléscsere, ahogy említettem, a komplett motor kiszedéssel jár, ezért szoktak ilyenkor minden esetékes javítást elvégezni. Ezeknél a típusoknál nagyon fontos a szívósor tisztítás, amit 100-120 ezer kilométerenként el kell végezni. Ezt mondhatjuk úgy, hogy hozzátartozik most már a rendszeres karbantartáshoz. Mivel ez is egy közvetlen befecskendezésű motor, a kipufogógázt visszavezetik a motorba, konkrétan a hengerekbe, ezért a szívósorban kokszosodás indul meg, ezáltal elzárja a levegő útját és károsodik a motor. Ez az a karbantartás, amit sajnos még márkaszervizekben is sok esetben elhallgatnak, jobban mondva nem figyelmeztetik időben a tulajdonost,
hogy bizony ezt el kell végezni. Ehhez nem kell kivenni a motort, csak a szívósort veszik le, és egy ultrahangos vagy dióhéjas tisztítási módszerrel kitisztítják. Ez nagyságrendileg 100-150 ezer forintba kerül, de hogyha ez a karbantartás megtörtént, akkor 100 ezer kilométerig nem lesz ismét vele probléma. Nem csak a motorban kell olajat cserélni, hanem a váltóban is. Ebben a típusban egy 8 fokozatú dupla kuplungos automata váltó van, amelyben 80-100 ezer kilométerenként bizony le kell cserélni az olajat, és akkor örök életű. Ezen kívül az X-Drive rendszer miatt van egy osztómű is benne, ami elektronikusan oszt el a nyomatékot a hátsó és az első kerekek között. 100 ezer kilométerenként ebben is cserélni kell az olajat. Ez olajjal együtt körülbelül egy 30-40 ezer forintos tétel. Amennyiben ezek a karbantartások rendszeresen el vannak végezve, nem lehet túl nagy gond vele, maximum a szokásos kopó alkatrészeket kell cserélni. A gond az, hogy a jelenlegi használt autó kínálatból nagyon nehéz megtalálni a jól karbantartott példányokat, de hogyha valaki mégis ilyen 170-200 ezer kilométerrel vásárol ilyen második generációs X1-et, annak azt tudom javasolni, hogy mindenképp végeztesse el ezeket az említett javításokat, karbantartásokat, hogyha esetleg nem biztos benne, hogy ezek megtörténtek, mert így fog hosszú életet biztosítani ennek a típusnak. Összefoglalva tehát, olajcsere 10 ezer kilométerenként, vezérléscsere 200 ezer kilométernél, csapágyazás szintén 200 ezer kilométernél, szívósortisztítás 100-120 ezer kilométerenként, váltóolajcsere 80-100 ezer kilométerenként, osztóműolajcsere 100 ezer kilométerenként. Amennyiben ezeket a karbantartásokat mind egyszerre kell elvégezni, az bizony körülbelül 1 millió forintba fog kerülni. Úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy a vásárláskor ezt a költséget mindenképp kalkuláljátok bele, hogyha egy olyan példányt vásároltok, amelyeken ezek nem voltak rendszeresen elvégezve, akkor szerintem jobb így indulni, és utána nem érhetnek túl nagy meglepetések. Ennyi lett volna ez a rész, remélem, hogy hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor azt jelezzétek nekem a videó alatt egy lájkkal. Ha pedig szeretnétek látni, hogy milyen egy 250 ezer kilométert futott második generációs BMW X1, akkor írjátok meg alul a komment szekcióban, és készítek arról is egy videót. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!